Hasznosnak tartja a bírói függetlenség miatti aggodalmakat a kúria elnöke, mert szerinte azok ráirányítják a figyelmet annak értékére. Erről Darák Péter beszélt a bírói függetlenséget először garantáló törvény elfogadásának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon a bírói függetlenség 99%-os, és 100%-ot csak azért nem mondok, mert ilyet nem illik feltételezni. Ez azt jelenti, hogy nincs ma Magyarországon olyan személy, aki megtehetné azt, hogy oda megy egy konkrét ügyet tárgyaló bíróhoz, és megmondja neki, hogy ilyen és ilyen döntést várok. Ezt ma sem bíróságon kívüli, sem bíróságon belüli személy nem teheti meg. Kövér László házelnök szerint a bírói kar nem külső tartozéka, hanem belső alkotó eleme az államnak. Függetlensége nem abszolút és nem öncélú. A bírói hatalom nem lehet független az államtól, hiszen maga is része annak, sem az igazságtól, hiszen annak szolgálatára létezik, és végképp nem függetlenítheti önmagát a jogtól. A magyar bírói rendszer átalakítása évek óta folyamatban van. A tervek szerint a jövőben felálló közigazgatási bíróságokhoz rendelnének olyan ügytípusokat, melyek a kormánynak vagy a kormányhoz közeli személyeknek fontosak lehetnek.